Stábunk ma 13:30-kor már lekésett volna a domtéri órajátékról, ha lett volna. A csaknem 80 éves szerkezet most hallgat. A környezetgazdálkodás kisebb karbantartási munkálatokat végzett rajta, de ennél többre van már szükség. Tavaly nyáron már látszott, hogy nem elkerülhető ez újabb nagy javítás. Úgyhogy akkor biztosított rá fedezetet, és a KHT elkezdte előkészíteni ezt. Úgyhogy ősszel tudott egy szerződést kötni azzal a céggel, aki egyébként a karbantartást is csinálja. És április 15-ére legkésőbb elkészül az óra. Azért ilyen sokáig, mert sok dolgot, sok nagyobb alkatrészt kell beszerezni külföldről, illetve le kell gyártatni az alkatrészeket. A Csuri Ferenc tervezte zenélő órajátékot 1936-ban a szabadtéri játékok alkalmával adták át. Bár a szerkezetet Rerich Béla, a domtéri épület együttes tervezője a Szegedi Egyetem jelképének szánta, a ritka darab idővel Szeged egyik szimbóluma lett. Szép zene szól mellette, és kisétálnak a rektor, a akkori a Clunó miniszter úr és az összes többi DK-nak és a történelmi figurákra kerül ez mintázva, van Bercsényi Miklóstól kezdve Vezes István, még Békés Kelemennek egy csomó történelmi személyiség vannak mintázva ezek a faszobrok. A felújítás során csak a tartó elemeket és az órajátékot mozgató alkatrészeket cserélik majd ki. A munkálatok után április közepétől már újra eredeti formájukban, és a megszokott időben sétál ki a rektor, a dékánok és a diákok.